Tavaly nyáron adták át a 130 férőhelyes turisztikai komplexumot, a Zsindelyes Cottage-ot. A családi beruházásban épült egység Érpatak határában található. A fejlesztést a Magyar Állam is támogatta több mint 590 millió forinttal. Köszöntöm a stúdióban Kazai Pap Reginát, a Zsindelyes Cottage vezetőjét. Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Egy picit talán beszéljünk a múltról. Hogyan indult az egész Zsindelyes pálinka főzde, vagy pálinka ház, milyen hagyományokra építkezett, és hogyan tudott olyan szintig fejlődni, hogy egyáltalán igény mutatkozott egy ekkora szintű beruházásra? Alapvetően a családnak, a két családnak a története a pálinka főzdével 1984-ben kezdődött, amikor az országban negyedik magánfőzdeként megalakult. Kezdetben lakossági bérfőzési szükségleteket láttunk, illetve igényeket elégítettünk ki, aztán utána pedig a kereskedelmi főzésre áttértünk. 94 óta a boltok polcain is jelen vannak a termékeink, illetve ma már az egyik legnagyobb márkának számító Zsindelyest értékesítjük, illetve gyártjuk, viszont időközben a pálinka turizmus mint olyan is elindult az országban is a belföldi. Az, hogy hungarikummal minősítették a pálinkát, ez mennyiben befolyásolta ezt? Abszolút, nagyon-nagyon sokat segített egyébként. Hungarikumként is jelen van a pálinka, illetve most már nemzetközi vizeken is egyre inkább, nemzetközileg is egyre inkább elismerik a pálinkát, mint hungarikumot, mint magyaroknak a nemzeti italát. Hogyan tudott a turizmusba bele szövődni maga ez a pálinka főzés? A pálinka főzés talán a mi térségünkben a legjellemzőbb tevékenység a lakosság körében, és ez látható volt, egyre többen érdeklődtek, hogy oké, hogy pálinkát főzünk, de hogy meg is lehet-e nézni, hogy hogy történik ez a pálinka főzés, meg lehet-e kóstolni, tudunk-e segíteni abban, hogy mire kell figyelnie a fogyasztóknak azért, hogy finom pálinkát kóstoljanak, és pontosan ezért 2008 óta mi már foglalkozunk irányított pálinkatúrákkal, és a vendégeket is nagyon szívesen látjuk egy-egy ilyen betekintésre, főzdelátogatás, majd utána egy ilyen szakszerű élményteli kóstolásra. Tudunk számokról beszélni, hogy mondjuk évente hány ember, vagy hány ezer embert tud megmozgatni a Zsindelyes? Évente egyébként ilyen 2-3 ezer főről volt szó kezdetekben, majd utána éveken keresztül egy pálinkafesztivált is szerveztünk, ami pontosan ezért is volt, nyilván a szórakozás mellett, pontosan ezért is volt fontos, hiszen ott nagy tömegekhez tudtunk szólni, és minket is meglepett, hogy amikor egyik évben kitaláltuk, hogy óráról órára bejárhatják a vendégek, az ottani fesztiválozók, bejárhatják a főzdét, akkor mind nagyobb és nagyobb számmal jelentkeztek. Úgyhogy ebből is láttuk, hogy ennek egy nagyon-nagyon jó iránya van, és tényleg érdekli az embereket a kulturált pálinka fogyasztás és annak a története. Mi az, amire elsősorban irányult ez a hatalmas nagy beruházás, fejlesztés? Alapvetően a hagyományteremtés is, illetve a minőségi idő, az értékteli együtt töltött időre helyeztük a fő fókuszunkat. A beruházás ez egy másfél hektáros terület lett lényegében. Másfél hektáros zöld környezetben lévő turisztikai komplexumról van szó, ahol szállást adunk, rendezvényeket szervezünk, gasztronómiát helyezünk előtérbe, megvendégeljük az odaérkezőket, illetve mellette most már egy mini pálinka főzdét, illetve egy interaktív pálinka múzeumot is megmutatunk nekik. Mi az, ami miatt ilyen óriási mértékű állami támogatáshoz jutott ez a beruházás? Mi az, amivel ennek a jelentőségét meg tudták mutatni? Az egyértelműen egyébként a hagyományokra épült. A hagyományok miatt, a kulturális értékeink miatt kaptuk ezt a támogatást, hiszen a mai felgyorsult világban is nagyon fontos, hogy a vendégek, a hozzánk érkezők azzal találkozzanak, hogy itt tényleg kiszakadhatnak a hétköznapokból, és akár a felszentelt kis kápolnánkban tudnak egy pár percre lelassulni, vagy a betekintőt megnézni, ahol a pálinka főzésnek a hagyományát láthatják meg. Tehát igazából minden ponton a magyar kultúrának egy-egy részével találkozhatnak a vendégek, akik hozzánk érkeznek. Úgy tudom, azért más egységekkel, vagy más turizmussal foglalkozó komplexumokkal is együtt működnek, vagy olyan csomagokat állítanak össze, amiben mások is megjelennek.
Igen, húsvétkor indítottuk el az első irányított szállással egybekötött hétvégi csomagunkat, amikor is 4 napon keresztül teltházzal működött a cottage, és hozzá fakultatív programként nem csak az interaktív pálinka múzeumunkat, hanem akár mondjuk egy állatkerti belépőt a Nyíregyházi Állatparkba, vagy egy élményfürdő belépőt is adtunk a vendégeinknek az Aquarius élményfürdőbe. Ezt nagyon szerették egyébként a vendégek, leginkább Dunántúról érkező látogatóink voltak, és egytől egyig mindannyian váltottak egyet például az állatparkba is, hiszen Európa legjobb állatkertjéről van szó. Terveznek-e további bővítéseket, akár olyan szinten, hogy mondjuk a megye más pontjaira is szerveznek-e turisztikai programokat? Mindenképpen most az a célunk, hogy minél színesebbre és minél változatosabbra tudjuk összeállítani a csomagjainkat, hiszen a rendezvény helyszínként is funkcionálunk, de mellette a szállás bővítésünk is benne van a terveink között. Szeretnénk, hogyha egy 3-4 napot el tudnának nálunk tölteni az ország másik végéből érkező vendégek is, és megismernék a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, illetve az alföldi régiónak a legszebb gyönyörűségeit. Már pedig 3-4 napon keresztül csak pálinkát fogyasztani, azért ez elég húzós lenne, tehát valami más program. Ráadásul kisgyerekeseket is várnak, gondolom én. Tehát a családok Igen. számára mi az, ami vonzó lehet? Családok számára alapvetően különböző olyan tematikus programokat találtunk már ki, illetve már ezt párszor sikerült is megcsinálnunk, miután megnyitottunk, hogy például egy adventi hétvégénk volt decemberben, tehát az adventi időszakban idén is tervezünk ilyesmiket, hogy családdal együtt látogassanak el hozzánk a vendégek, gyerekekkel együtt, a gyerekeknek különböző foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat alakítunk ki, miközben a családnak a felnőtt tagjai pedig akár meg kicsit megpihenve egy finom kávé, finom forró csoki mellett, vagy valami finomság mellett tudnak beszélgetni, illetve emellett, amit még szeretnénk, az egy közösségi tér, ami alapvetően egy wellness részleget foglalna magában. Mindenféle wellness funkcióval együtt itt inkább az a cél, hogy a családok minőségi időt töltsenek együtt egymással, környékbeli családok is, és mondjuk ne az anyuka vasárnap ne otthon egész délelőtt a konyhában roboton és foglalatoskodjon, hanem jöjjenek el hozzánk, ott meg tudnak majd ebédelni, utána pedig együtt tudják tölteni az időt a wellnessünkben. Picit megelőzte a kérdésemet, mert hogy fontos lenne arról beszélni, hogy milyen hatással lehet ez az új komplexum a környékben élők számára, egyrészt ugye a szolgáltatások révén, de hogy vajon hány embert foglalkoztatnak, és mondjuk a különböző alapanyagokat gondolom a környékből szerzik be, tehát lehet, hogy azért ez is segítség lehet az ottani vidéken élőknek. Abszolút, igen. Jelenleg 9 főt foglalkoztatunk a cégen belül, viszont most tervezzük a további bővítését egy ilyen 4-5 fővel. Ezen kívül pedig, mivel rendezvényhelyszínként rengeteg felszolgáló munkatársra van szükségünk, ezért havonta egy ilyen 20-30 fővel további alkalmi munkavállalóval tudjuk lényegében biztosítani a szolgáltatásainkat a vendégek felé. Az alapanyagokat tekintve pedig igen, keressük folyamatosan a környékbeliekkel, a környékbeli termelőkkel, illetve tenyésztőkkel a kapcsolatot, hogy minél színesebb és minél ízletesebb és minőségibb választékot tudjunk biztosítani. Hagyományőrzésről beszélt elég sokat, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak a pálinka főzésre vonatkozik. Nem, egyértelműen nem. A pálinka főzés az nyilván beleívódott már a mi agyunkba, a gondolkodásunkba is, viszont emellett nagyon fontos, amit még szeretnék hangsúlyozni, hogy van egy kápolnánk, ami egy felszentelt istentiszteleti hely, ami a görögkatolikus egyháznak a támogatását élvezi, ugyanis a Szocska Aábel püspökkel van egy nagyon-nagyon jó szívű, nagyon-nagyon kedves együttműködésünk, és az ő jóváhagyásával történhetett az, hogy lett egy Szent Miklós kápolnánk, és itt a hagyományteremtés ott jön szóba, hogy tovább, különböző időpontokban az évben szeretnénk hagyományteremtő céllal istentiszteleteket tartani ebben a kápolnában. Ennek már vannak egyébként előzményei, illetve már megvolt egy pár ezekből az istentiszteleti alkalmakból, mint például húsvét vasárnap egy
Pászka szenteléssel egybekötött Isten tiszteletet tartottunk görögkatolikus vallás szerint, ami nagyon megindító volt egyébként, hogy a tanyavilágból mellettünk is, indélyes tanyáról is rengeteg néni bácsi, leginkább idősebbek érkeztek hozzánk, és konkrétan teltház volt a kápolnában, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy ilyen hagyományteremtő és ilyen közösségformáló alkalmakat kitaláljunk. Kazai Pap Reginek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen!